A Kaposfalvi Művelődési Házban családias hangulatban tartották meg a bor és pálinka verseny eredményhirdetését pénteken este. Nyitottá tettük igazából ezt a rendezvényt, mert hát sajnos főleg a boros gazdák azok egy kicsit fogynak. Sok jó bort kóstoltunk, pálinkát is. 13. alkalommal került megrendezésre ez a kapospulai borverseny. Az idén lett harmadik év, hogy pálinkát is tettünk hozzá, tehát ugye most már bor és pálinka verseny van. 51 bort neveztek, 50 pálinkát, a borok száma az egy picit csökkenő, a pálinkák viszont nagyon fölmennek. Első évben 25 pálinkánk volt, aztán 35, most 50, tehát igazából ugye ez látszik a létszámon. 4 településről neveztek, de azért a 80% a nevezőknek az kapospulai. Míg a borkészítési kedv csökkenő tendenciát mutat Kapospula környékén, azonban pálinkából évről évre több nevezés érkezik. A borbírók elismerően szóltak a minőségről, és hasonlóan a többi településekhez is, itt is elmondható volt, hogy az elmúlt év jó évjáratnak bizonyult. Az időjárás is kedvezett a borkészítésnek. Megfelelő színek voltak azok a fehér borok, a szalma sárga, a zöldes, a vegyes borok, azok más színeket játszanak, de a fajtára is jellemzőek voltak ezek a borok. Szép, tiszták, lehetett látni az üvegek, amikor ki voltak rakva az üvegek. Nem volt homályos, nem nagyon szép, megfelelően kénezett, megfelelően szűrt. Ugye most már más a borkultúra, mint valamikor, hogy leengedték, aztán egyszer fejtették, és akkor már megitták. Vörösborok is nagyon tiszták voltak. Gály József fehérborát, Mayer Levente kékfrankos rozéborát és Mustic László vörösborát emelték ki kategóriájában a legjobbnak, míg a pálinka minták közül Stemmler József, Írsai Olivér szőlőpálinkája lett az első. Az eredményhirdetés után a résztvevőket finom étellel vendégelték meg, jó hangulatban telt az este. Minden évben próbálunk egy kis ajándékot is adni, és hát az idei évben egy kis gravírozott kancsót, meg egy pálinkás üveget is, tehát ugye mind a két fajta legyen hát elismerve, és a évborai és évpálinkája díjat, akik nyertek, azok egy nagyon szép serleget kaptak. És hát egy kis büszkeséggel mondom, hogy a év pálinkája a 2018-as Írsai Olivér pálinkám lett, ami hát elég nagy büszkeség, mert ugye tényleg a szefrézés és mindent én készítettem el.